Sziasztok, én Harka vagyok. Én pedig Milán. És köszöntök mindenkit ebben a mai Fire MC Bed Wars-os videóban. Nem az alapmódon fogunk Bed Wars-ozni, ugyanis No Shift Challenge lesz, ami ugye azt jelenti, hogy nem googolhatunk egyáltalán a játékban, úgyhogy nem sokára ki is veszem ezt. Úgyhogy akkor nézzük, irányítás, billentyűzet beállítások, lopakodás, és egy escape-et nyomunk, és akkor így láthatjátok, hogy így semmi nem lesz itt. Készre rányomunk, és akkor így hiába nyomom a Shift-et, nem lesz értelme. Úgyhogy ez lesz a mai kihívásunk, ugye, ami így főleg az építésben lesz eléggé nehéz. És itt is vagyunk, srácok, az arénában. Fura, hogy nem tudok shiftelni, mert fura egyébként, de tényleg próbáljátok ki ti is ezt a challenge-et, hogy én személy szerint, mikor itt ütöm a fát, akkor is csak úgy szoktam shiftelni. Én is itt a földnél. Igen, és természetesen ugye Milánnak is ki van véve, úgyhogy nem az van, hogy ő épít nyugodtan, és akkor majd ráhagyok minden feladatot. Amúgy fel se vettem a cipőmet. Milán, akkor side rush lesz a taktika? Hát igen, előtte levelezünk, aztán hármas levelni megyünk side-ra. Mert itt ugye több blokk fog kelleni, mint félstack. Ha csak nem építünk ilyen nyugdíjasan. Amúgy azért is fura lesz, hogy véletlenül lenássunk, tudod? Amúgy, ja. Ugye akkor hozok kardot, meg hozok blokkot. Aha, én meg leestem. Hát ez, figyelj, ez benne lesz. Hát igen. Jó, nem baj igazából. Ahogy látom, mész te is. Ah, ők meg alul jönnek. Öt intézed. Itt vagyok és próbálok fedezni. Á? Lököm rád a gyereket, hát ez nagy fedezés, de... Tudsz egy sárkány nagyon gyorsan? Aha. Ment. Jó, szép. És itt az a baj, hogy folyamat látják a nevem. Ha klácsoltam egyet, inkább ugrottam. Nem ugrottam. Hát nem sikerült olyan hosszú életet élni a kezdőmmel együtt, de... Jó, egyiket lelöktem. Ja, az mondjuk jó. Milán egyébként, nem tudom, hogy ezt észrevetted el, hogy a shift olyan formában működik, mint például, hogyha akarsz ecébe pakolni, meg a szetedet fel akarod venni. Akkor működik a shift. Hát igen, úgy igen, csak googolni nem lehet. Így van. Rajta vagy? Megvan. Van 0 HP, szép. Jön a piros fölötted. Jaj, látom. Jó, figyelj. Ó, neki meg már ilyen mellese van. Minden esetre majd bridge-ekre kell rámenni. Ó, ja. Igaz. Óha, nem tudom, akkor lehet megyek haza, vagy ugorjak inkább? Az jó kérdés, viszont a Mateusz az 5 HP-s, aki... Igen. Olyan jó szettje van. Jövök haza. Hát, hogyha nem bánod, akkor veszek ki egy 12 aranyat, és vettem magamnak egy minimál szettet, mivel öltek sajnos kezdőmbe. Hát igen, elég érdekes utak fognak keletkezni. Hát, az biztos. Aha, rádugat. Igen. Jó. Nagyon jó, oké. Okay. Hát volt egy pár cucca, ment ecébe. Akkor megyünk közre? És ki is dobta az anticsit, vagy nem tudom. Vagy a szerver ledobta, vagy rossz volt a netje, vagy akármi. Megtörténhet ilyenkor. Hát jó. Én leestem, vagyis lejjebb estem az aranyszigetre. Innen felülről, úgyhogy alig maradt HP-m. Hú, de rosszak ezek az utak. Főleg is jól is sítálni. Mondjad. Hát igen, ez Magyarország. Azt kérdeztem volna, hogy maradsz otthon, és akkor teszek anyagot cuccokra. Hát ja, ő már final volt, ment 11. Milán, leestem. Jó, akkor... szerintem egyébként ebben a videóban fogunk a lehető legtöbbet leesni eddig. Most hát ki tudja. Igen, azt mondjuk valószínű. Valaki és jön. A speed meg... Tudod intézni? Hát, nagyon megpróbálom. Ez a kumisz. Tudom, megvan. Nice. Átépített innen, csak nem. De, átépített, aha, oldalba ránk jött. Az a baj, hogy az, hogy még úgy se lehet shiftelni, hogy hogy ne legyenek, hogy ne vegyenek észre. Ja, igen. Figyelj, most jó lenne, ha csak
tudnál kacsingatni hazafelé, mert rajta vagyok a pirosokon. Hát én most nem nagyon kacsingatok. Jó, itthon vagyok. Mert megölt a Danika, mert aj, szerintem ez az egyik legidegesítőbb tény, ugye, amellett, hogy nem tudunk építeni, hogy nem tudunk elrejtőzni mások elől, amikor ott vagyunk a szigetükön, vagy akármi. Úgyhogy ez elég zavaró tényező. Nem tudom amúgy, hogy hol van a piros. Aha, ez Danika. Danikát nem kedveljük annyira. Leestem, mert... Már van 4-es kezdője. Most ez nem nagy indok, de... Na mindegy. Amúgy be akartam shiftelni, hogy majd közelről lököm, de leestem így instant. Igen. Ez így általában Júj! Nem fog sikerülni. Jön a piros. Löktem. Jó, szép. Akkor a pirosok meg is vannak. Egyedül a narancsok akkor azok, akik ha benn van még. Miden? Oké, okay, szép. Olyan furán volt a knockback-jának a gyereknek. Aha, oldalba megy. De nem, meggondolta magát. Jó. De nem, nem gondolta meg magát. Ugrak. Te menj. Óha, őt le fogod egyáltalán tudni védeni? Nagyon remélem. Aha, szép kombót kapok, de... Igen, tudom védeni. Remélem. Hú, hát azért nem maradt sok HP-m, de... Nice. Akkor már csak a Danika maradt. Igen, ahogy látom, nem... Alig van HP-m. Nem rendelkezel, igen, olyan nagyon sok HP-val. Ő viszont itt van, és őt tudom ölni. Mert nincsen szettje. Nagyon jó. Oké. Szép volt. GG. És itt is van srácok a következő arénában. Ahogy így szétnézek, ugye, akkor ugye a pirosak lesznek mellettünk, és akkor side-rásolunk megint. Igen, de szigorúan csak fejlesztések után. Mivel ugye már az előző körben se tudtunk félstack blokkból átépíteni sehova. Úgyhogy ez lesz most a taktika megint. Igen, ugye azért nem tudunk, mivel ugye építünk, ugye azzal együtt, hogy építünk, akkor ugye építünk felfelé, és akkor ugye sokkal kevesebb az anyag. Vagy sokkal többet használunk kell, így ugye kell a fejlesztés. Ment a fejlesztés közben. Jó, nekem meg van 21 blokkom, úgyhogy ezzel elkezdek építeni, és hogyha tudsz még, akkor tennél létszi még egy keveset. Ment. De elég egy félsztek is. Köszi. Ment. Jövök, Milan. Mögötted, jó. Ha megvársz, az jó lenne. Jó. Lehet, hogy rájuk kéne ugrani. Jövök. Van csákányom. Kardom van, hallod, akkor adom neked a kardot. Tehát terej. Jó, ezt tudod tenni. Terej, várj egy picit, várj még. Habár, jó van, így is jó. Nem biztos. Gyerünk, nagyon szép. Engem löktek, de inkább szerintem te is mentsd a cuccaid. Egyiket talán lelöktem. Viszont egy kezdőm elveszett. Nem löktem. A sziszót azt hittem. Sziszó az 6 HP-s. Jó. Minden esetre most már szerintem tudjuk őket ölni. Lelöktek, de 2v1-ben amúgy sem volt sok esélyem, meg elrontottam itt. Mert jó, Master Bence halt. Igen, jó. Van. Nice, hiszó meg 4 HP-s, úgyhogy őt. Akkor őre mehetsz is, és akkor én meg elkezdek Milan középre menni, mit szólsz? Jó, oké. Húha. Csak sikert veszek csapat. Hallod? Jön a zöld. Ugorjak. Jó, leesett. Oké. Okay. Nice. Hallod? Az aranyszigetig eljutottam, az aranyszigetnek a végéig. Jó, ők viszont vannak ütve. Aha, és a zöldeket ki is ütötték. Jó. Aha, jön Leave. Ránk. Ugorjak? Nem tudom, hát jöhetnél, aha. Ugrottam. Neki már nincs ágya, úgyhogy próbál minket kijutni, jó, hogy... Jó, oké, ennyi esett. Nem, ja, de itt van lent, jó, meg is van. Akkor Milan, folytatom az utat középre. Nem, folytasd, mert itt van a másik is. Benix. Aha, ő meg viszont már türkiz, és csákánya van. Igen, és ő meg ugye beshiftelt, azért nem vettük őt észre. Jó, Júj. Ő esett. Jó, oké, megvan.
Én is majdnem haltam fall damage-be, de nem. Ja, hogy ilyen laposan tud telépíteni? Aha. Lassan, de biztosan. Okay. Jó, akkor én megpróbálom a lilákat kiütni, amelyik te felutolod. Minden a diá... Ja, jó. Nem lehet shiftelni. Jó. Hát ettől így viszonylag el vagyunk szokva, hogy... Hogy nem mehetünk. Mehet egy pár dolog. Akkor jó. Megyek a türkizekre. Okés. Hallod, beépítek aranyra, mert kell fejlesztés és bridge-eg. Mondjuk speed ilyen helyzetben csak a PvP-hez fog jól jönni, a építéshez borzalmas lesz. Íh, kiütöttem a fát. Francba. Ó, aha, akkor már, aha, a türkizeknek nincsen sok HP-juk, úgyhogy megyek megint rájuk. Jó, jó. Jó, vettem egy baltát, mondjuk ezt előbb is lehetett volna. Csak itt volt mögöttem a gyerek, úgyhogy így kicsit kevesebb esély volt rá. Nice. Jövök amúgy én is, már szép. Így most nem tudnak ránk támadni. Négy HP-ja maradt. Az egyik amúgy nincs otthon a túró, Rudi. Szerintem nem volt otthon, mikor ott voltam. Bár... Aha, én nem is látom őt. Ő elkezd felépíteni a másik. Én meg akkor tojás segítségével megpróbálom őket. Jó, talán jönnek be középre. Igen? Aha, minden vannak. Legalábbis. Igen, igen, mind a kettő. Júj! Júj! Kivek mögötted? Kapci! Jó, megöltek. Én itt vagyok még, de Túró Rudi kapott egy 4-es, 5-ös kombót, és ezáltal lehet, hogy tudod halni. Igen, meghalt. Jaj. Mellesét fel is vettem. Aha! Benix fog hunt, meg egy 6-os kombó után öltem. Nice. Jó, nagyon szép. Szép volt, Gigi. Gigi. Viszont én nagyon-nagyon szépen meg szeretném nektek köszönni a figyelmet, és hogy itt voltatok. Szerintem egyébként sikerült teljesítenünk a kihívást. Ha van másik ilyen ötletetek, akkor azt mindenképpen írjátok le kommentbe, és akkor megcsináljuk valamelyik videóban. Milánnak köszönöm szépen, hogy itt volt. Találkozunk a következő videóban. Addig is sziasztok.